Na, sziasztok! Ismét egy főzési kísérlet lesz, majd most tejbegrizt próbálok megcsinálni. Hát az már remélhetőleg sikerül, az úgy egyszerűbbnek tűnik. Rából mindjárt mutatom, hogy mi az, ami kell hozzá. Be is készítettem ide mindent. Ugye, tej. Ki hitte volna, hogy az is kell. Meg búzadala. Meg cukor. Só is kell, de jól szeretettem idehozni, az is kell, ez meg kakaóból. De van só is. Szóval, só. Show time. Hát akkor kezdjük is el. Először úgy kell kezdeni, hogy föl kell rakni a tejet. Most akkor beöntünk egy litert. Jó, tehát beleöntöttünk egy liter tejet. És akkor most alá kéne gyújtani. Hát, nem tudom, hogy melyik az a gáz, amelyik működik. Ez nem. Ezzel valami baj van, de hát igazából amennyit használom, tök minden, csak valamelyik működjön. Hát akkor marad ez. Valamelyik már majd csak jó lesz, ne billegél, ne billegél. Na azért. Jó, akkor. Hát akkor jó piál, akkor ez marad. Azért van négy, hogy legalább egy működjön. Ennél többet úgy sem használok. De végül is mindegy. Jó, és akkor... Na azért mindjárt puskázok egy kicsit. Itt van a telefonom, de mindegy ennyi, hogy... Fel kell, de tejet aztán majd közbe kell hozzáadni. Igen. Búzadala, jó, hát mennyi kell bele? 6 kanál. Meg 2 kanál cukor. Hát akkor itt most vágunk egy kicsit. Ja, aztán meg majd figyelünk rá, itt nem bozolok el mellőle, mert nehogy kifusson. Mondjuk még a konyhát úgyis takarítani kell, mert tiszta bani az egész, de hát azt majd miután itt a produkcióval készen vagyok, utána fogom itt fölnyalni. Addig nem érdemes, mert aztán lehet, hogy erődől kéne kezdeni. Na, nyomjuk bele a búzadalát. És akkor most még kavargatni kéne? Igen, hogy lenne égjen az alja. Az elrendszeresít, az kokonál. Na, aztán meg majd lesz valami. Ugyanőre várunk. Addig főzzük, hogy sűrűsödni nem kezd. Hát... Akkor várunk. Előbb-utóbb sűrűsödni fog. Legalábbis kéne neki. Reméljük, hogy a tej meg a búzadala is olvasta ezt a receptet. És tudja, hogy neki most sűrűsödni kell. Hát eltelt vagy 2 perc, és most már mintha egy kicsit sűrűsödni, de még mindig nem az igazi. Nem tudom, hogy meddig kell lesz még itt. Na mindegy, várjunk még kicsit. Azt mondtam, hogy 5 percet írt volna a receptbe, úgyhogy... Ennyi van most, 18-21. Hát akkor mondjuk 18 óra 24-kor majd ránézek megint, hogy akkor mi történik. Vagy hát addig várunk. Végül is ez volt az egyetlen kaja, amit még a menzán se tudtak rendesen elcseszni, úgyhogy talán nekem se sikerül. Még az iskolai menzán is ezért a ritka kivételek egyike volt, amíg ehetőre sikerült. Sőt, kifejezetten jó volt. Szerintem nem lett sűrű. De még csak egy perc telt el a háromból, úgyhogy adom még neki időt. Hát nézzük, csak sűrűbb lett. Hát szerintem most már sűrűbb. De fog ez még sűrűsödni, vagy nem fog? Hát azt nem tudom, hogy honnan derül ki, hogy ez már jó-e, vagy sem. Már egész jónak tűnik. De most még túl. Hagyjak még neki, vagy most már zárjam el? Hát ez most már... Bár még az 5 perc már letelt. Tehát szerintem én ezt el fogom mindjárt zárni. Az a biztos, nem kockáztatunk. Aztán majd beszámolok róla, hogy milyen lett. Úgyhogy mondom, én ezt elzárom. Aztán majd... Mindjárt meg is mutatom, mi lett vége. Itt. A kamerát, vagy itt kézbe a kamera, másik egy hát. Nem tudom, hogyha ki fog hűlni, akkor lehet, hogy a sűrűbb lesz.
Meglátjuk. Mindenesetre akkor most várunk egy kicsit. Azt a rohadt, mit csinál ez? Ki nem állsz már azért a fazékból, te? Na most meg följebb jön. Tiszta vulkán, hogy milyen azért. Csernobil. Tőle ez mindjárt felrobban. Nézzétek Mr. Csernobilt. Most abba hagyta. Sajnos most nem csak, hogy el van zárva, sőt áttettem egy másikra, de még ott a gázcsapot is elzártam, tehát most már tényleg nincs, ami fűtsön alá. Ez mégis úgy itt azért, mint egy láva. Kiraktam egy tányérba. Na most akkor én meg az asztalt használom optikai zoomnak. És akkor elvileg ott még egy kicsit hagyom, hadd hűljön, aztán meg majd szódok rá egy kis kakaót, és akkor meg fogom majd kóstolni, az lesz majd a vége a videónak. Akkor szerintem szórjunk rá kakaót. Aztán nézzük meg, hogy mit alkottunk. Igen, egyébként ezt nagyon jól csinálták a menzán is, ezt a mint. Egyébként az ilyen porcukorral kevel kakaó, mert ilyen ez itt cukrozott, az nem volt itthon, de porcukor volt, meg kakaó is. Úgyhogy végül is összemixeltem. Igen, és egyébként ezt sokan ették úgy, ugye annól is emlékszem, hogy így összekavarták. Majd meg fogom mutatni azt is, mert finom úgy, és csak úgy néz ki, mintha már megette volna előtted valaki. Szóval mindjárt beállítjuk úgy, hogy én is látszok, és akkor meg is kóstolom. Na jó, hát akkor szerintem kóstoljuk meg. Nem is jobban nem tudtam beállítani a kamerát, gyere léte. Jó, szerintem jó lett. Meg lehet ezt tenni. Mint a kénytelen vagyok, mert más kaja nincsen. De amúgy jó. Na, végre valami, ami sikerült. És még a konnyát sem sikerült felgyújtani, meg a lakásból sem. Sikerült ezért indóházat csinálni. Mint a múltkor a bundás kenyérre, amikor egész éjszaka mellézé szellőztettem kereszthúzattal, hogy kimenjen a füst. De jó lett. Jó, akkor ez a videó ennyi lett volna, akkor tejbegdísz készítési tutoriál meg volt. Ez abszolút nem volt nehéz, ilyen szerintem máshol is fogok csinálni. Úgyhogy, sziasztok!